a NATO-ban az állandó képviselők tanácsa elé tárták azt a javaslatot, amely szabályozná a NATO új szerepét az Ukrajnában zajló háborúban kapcsolatban, amely javaslat szerint a NATO-nak az eddigieknél nagyobb koordináló szerepet kellene játszania az ukrán katonák kiképzésében és a fegyverszállítások összehangolásában, illetve azt a javaslatot, amely mintegy 100 milliárd eurót rakna össze a persze a tagállamok pénzéből Ukrajna folyamatos támogatására. Mi a NATO-nak ezt a javaslatát egy háborúpárti javaslatnak minősítjük. Ez a javaslat abból indul ki, hogy az Ukrajnában zajló háború az a mi háborunk. A mi álláspontunk viszont ezzel homlok egyenest ellentétes, az Ukrajnában zajló háború nem a mi háborunk. Azok viszont, akik azt gondolják, hogy ez a mi háborunk, azok amellett érvelnek, hogy ezt a háborút folytatni kell egészen addig, amíg Ukrajna nem győz. A NATO javaslata is erre a célkitűzésre épül, folytatni kell a háborút, amíg Ukrajna nem győz, és a britek álláspontja is így szól, a háborút mindaddig folytatni kell, amíg azt Ukrajna nem nyeri meg. Tehát mind a britek, mind a NATO egy olyan katonai eredményhez kötik a háború végét, amely katonai eredmény abszolút irreális, amelynek bekövetkezési valószínűsége nagyon alacsony, gyakorlatilag lehetetlen. Ukrajna ebben a háborúban nem fog tudni győzni. Ennek a háborúnak nincsen megoldása a csatatéren. Egy nukleáris hatalmat legyőzni egy ilyen típusú háborúban gyakorlatilag lehetetlen. És hogyha Oroszországot nem lehet legyőzni ebben a háborúban, hogyha világosan látjuk, hogy Ukrajna nem tud nyerni, ugyanakkor azt is látjuk, hogy a nyugati fegyverszállítások miatt Oroszország sem fog tudni nyerni, akkor egyetlen egy megoldás van, fegyverszünetet kell kötni és tárgyalni kell. Ugyanis, hogyha a háború ilyen módon folytatódik, akkor annak az eredménye, következménye az lesz, hogy nagyon-nagyon sokan fognak még meghalni, és ezt el kell kerülnünk. Ukrajna tehát nem tud győzni, ezért a NATO javaslata gyakorlatilag arról szól, hogy menjünk bele mi is ebbe a háborúba. És azt látni kell, hogy aki lépéseket tesz annak érdekében, hogy belemenjen egy háborúba, az bizony nem fog tudni megállni. Nézzük a németek példáját, hogyan jutottak el a sisakoktól egészen a tankokig. Sajnos a NATO-nak ezzel a javaslatával, amivel a britek is egyetértenek, sőt azt folyamatosan erősíteni próbálják, a NATO a világ legerősebb védelmi szövetségeként gyakorlatilag a saját korábban megrajzolt vörös vonalait átlépve, öles léptekkel halad bele a háborúba, és hogyha a NATO és Oroszország között, ne adj Isten, közvetlen összecsapás jön létre, az sajnos a harmadik világháború kitörését fogja jelenteni. Nos, tegnapi napon, amikor a NATO javaslatát elkezdték, vagy folytatták tárgyalni Brüsszelben, akkor világossá vált, hogy nem igazán akarják nekünk engedni azt, hogy mi ezekből a közös akciókból kimaradjunk. Márpedig világos, hogy mi ki fogunk maradni ezekből az akciókból. Magyar katonák ilyen akciókban nem fognak részt venni, Magyarország területén nem engedjük, hogy ilyen akciók történjenek, és ki akarunk maradni ennek a finanszírozásából is. Mi azt akarjuk, hogy magyar adófizetők pénzét ilyen célra ne lehessen használni. De ez egy hosszú küzdelem lesz. Minket is bele akarnak nyomni a háborúba, azt akarják, hogy mi magyarok is vegyünk részt ebben az őrült akcióban, azt akarják, hogy mi magyarok is vegyünk részt a NATO-nak ezekben a műveleteiben, hogy irányítsuk a fegyverszállításokat, hogy irányítsuk a kiképzést, hogy 100 milliárd eurót fizessünk, mi ebben nem akarunk részt venni, de ez nagy küzdelem lesz.